A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Press start. Jó estét kívánok, ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár Média Centrum sportos kibeszélő műsora. Sajnos a főcímben még továbbra is megörökített kollégánk, immár csak ex-kollégánk Kajzer Tamás nem tud itt lenni vendégként, pedig most aztán tényleg vihetné a szót és a primet, hiszen annak idején azért sok szócsatánk volt vele, vagy véleménycsatánk a magyar futball megítéléséről, amelyben azért ő volt az, aki általában a pozitív, a jó dolgokat látta és hangsúlyozta. Hát most két olyan mérkőzés után vagyunk, ugye itt a magyar válogatottról beszélünk, amelyekkel kapcsolatban negatív vélemények szinte helye sincs, hogyha csak a csapat eredményeit, illetve a mutatott teljesítményt nézzük, úgyhogy azt hiszem, hogy Kajzi nélkül is beszélgethetünk róla. Legfeljebb kevés lesz a kritikai észrevétel, de ki tudja. Minden esetre úgy döntöttünk, hogy kőpapírollóval játsszuk le, hogy ki fog először megszólalni az adásban. Valójában ez így nehéz lenne, hiszen négyen vagyunk itt a stúdióban. Itt van velünk Farkas Szilárd kollégám, a Fehérvár Média Centrum szerkesztője, Mátai Balázs, aki szinte nem először teszi tiszteletét a Kezdőkör műsorában, és hát Horog László, aki pedig sokatszor és mindannyiunk legnagyobb örömére. És még Mátai Balázs is, akivel pedig egy év folyam vagyunk. Most van először, hogy a mi évjáratunkban túlsúlyban egyébként itt a stúdióban, ebben a műsorban. Szóval Balázs is azt mondta, hogy érkezik mindannyiunk példaképe. Laci, nem tudom, hogy érted el ezt, hogy gyakorlatilag már az öregebbek is úgy tekintenek rád. A remek brandépítés. Igen, valószínűleg az az önbizalom kellett hozzá, ami végre a magyar válogatottat is jellemezte. Tehát ugye ez a kőpapírollós célzás arra vonatkozott, hogy elég nagy visszhangja volt, hogy az észtek elleni még felkészülési mérkőzésen Szoboszlai Dominik, illetve Salai Roland úgy döntötték el egymás közt, hogy kirúgja a 11-est, hogy kőpapírollót játszottak. Nem tudom, nektek ez hogy tetszett, voltak azért elég különböző szélsőséges visszhangok, valakik szerint ez nem volt elég megtisztelő egy válogatott mérkőzéshez, ilyet nem illik csinálni, mások épp azt a vagányságot és lazaságot látták meg benne és dicsérték, ami hál' Istennek a fiatal labdarúgóinkra amúgy a pályán is jellemző. De hát legalább tényleg, ha már brandépítés, ez egy emlékezetes momentum. Én Szoboszlai és Salai helyében innentől kezdve minden meccsen előadnám. Ez teljesen az ő brandjük lett innentől kezdve szerintem. Tehát most ugye a gólörömnél kőpapírolóztak, bár Szoboszlai megint nem tudta megnyerni ezt a történetet, de én azt gondolom, hogy igen, vagányság, lazaság, ahogy te mondtad, ez az. Régen volt olyan magyar válogatott is némi túlzással, aki a középkezdést görcs nélkül nem mert elvégezni. Ez egy laza válogatott, és lazán gurított egy hármast 40 perc alatt Bulgáriának, de hát majd belemegyünk a részletekbe nyilván, hogy én most visszadobom a szót neked. Az jutott eszembe egyébként, hogy ez a 11-es elvégzése, az tud neuralgikus pont lenni, tudunk egészen nagy játékosokról is, például a Paris Saint-Germainnél, vagy válogatottaknál, ahol majd, hogy nem őre mentek, vagy összeverekedtek azon, hogy kivégezzen el egy 11-es, ami megint persze olyan szempontból jó, hogy bátor és vállalkozó kedvű játékosokban nincs hiány, de ez sokaknál inkább az egóról, meg a brandépítésről szól, ha már ezt használjuk, hogy akkor ki az első számú 11-es rúgó. Hát szerencsére legalább nem verekedett össze Szoboszlai és Sallai ezen. Utólag egyébként akár egy Sallert Sallainak ugye kihozhatott volna Dominik, hiszen kihagyta a kőpapírollóval megnyert 11-est a Freiburgnak a csatára. Igen, a Saint-Germain volt először Cavani és Neymar, hogy gyakorlatilag majdnem verekedtek a labdáért. Ekkora húgyót csináltak tényleg. Igen, húzkodták a lasztit, egy egyszerű bajnoki középcsapat. Azért az mennyivel primitívebb, meg visszatetszőbb. Igen, ebben azért nehezen magyarázott be utólag, hogy olyan jó cimborák vagyunk, aztán valahogy eldöntöttük. Igen, akkor már ráadásul 3-0-ra vezettek, tehát nem volt egy annyira kiugró megoldás. Én ezt most sem találom jó ötletnek egyébként, főleg így, hogy nem jött be. Tehát lehet ezzel próbálkozni, csak én nem érzem szerencsésnek, mert mondom, valóban visszaüthet. Tehát nem csak egy kiadott 11-es, hanem ellenérzéseket kelthet az ellenfélben. Mindig lehetnek olyan szituációk, hogy na szórakoznak velünk, 1-0-ra vezetnek, megmutatjuk, és akkor fordíthat a játék képén is egy-egy ilyen megoldás.
Hát kérdés, hogy a pályán ez feltűnt-e valakinek, utána aztán a világ sajtót bejárta, ugye a Lekiptől kezdve tényleg külföldi portálok foglalkoztak vele, hogy a magyar gyerekek milyen vagányul döntik el, hogy kirúgja a 11-est. Amúgy hát nekem nincsen labdarúgó verseny múltam, kispályán viszonylag ritkán fordul elő ilyen szituáció, de hogy alapvetően azért ez úgy szokott lenni, hogy van kijelölt 11-es rúgó, nem? Tehát nem feltétlenül mondja az edző meg meccs előtt, hiszen egy mérkőzéssel aztán annyi dolog történhet addig, amíg eljön egy ilyen pillanat, de valami prioritás azért mégiscsak van, tehát a pályán a játékosoknak ezt elvileg tudniuk kell. Abszolút, ez mindig úgy van, már a serdülőben is úgy tanították, hogy ki volt jelölve, hogy a Pistike rúgja a 11-est, a Pistike sérült vagy nincs ott, akkor a Zolika, és tehát három mindig ki volt jelölve, három olyan ember, aki sorrendben ott van, lecserélve, sérült, tehát mindig volt, aki rúgja a 11-est, és az annak kellett rúgni, nincs mese, ha nem, akkor következő meccsen kispad. Tehát például visszakanyarodva, ugye Cavani-nál és Neymar-nál szerintem inkább szólt az egóról a dolog, akkor már teljesen mindegy volt, hogy kirúgja a 11-es, és talán még az is mindegy volt, hogy bevegye vagy nem annál a különbségnél. Itt én azt hiszem, hogy a magyar válogatottnak, illetve a két srácnak, ugye Salainak és Szoboszlainak a tulajdonságát mutatta, hogy mind a ketten el akarták vállalni, ugye Dominik nyilatkozta is, hogy ő nem akarta ő eldönteni, már pedig ezt ő nem lehet megtenni, hiszen ha arról beszélünk, hogy valaki ki van jelölve, és ugye Rossi nyomatékosan megfogalmazta ugye a mérkőzés után, hogy ilyen többet nem fordul elő, mivel az első számú 11-es lövő az Szoboszlai, hiszen a 11-esnek ugye be kell mennie, és ő nagy százalékban ezeket értékesíti, tehát gólt kell szerezni, de itt inkább azt mutatja, hogy megvan az önbizalom a srácokban, és ezért merték így eldönteni egy kicsit viccesen, ami aztán nem sült el jól, de ez egyáltalán nem az egóról szól szerintem, hogy most ellazáskodjuk az egész történetet, hanem azt, hogy megvan a kellő önbizalom, és szinte akár kirúghatná ebből a magyar csapatból, szerintem bárki odaállt volna, hogyha kellett volna. Hát leszámítva, hogy nem rúgta be. Abban Lacinak azért igaza van, hogy utólag a kontextus nehéz anélkül értelmezni, hogy ezután a vagánykodás után kimaradt a 11-es, de tényleg talán ez az egyetlen kritika, amit itt most az elmúlt két meccsen fel lehet hozni. Viszont Szoboszlai Dominikről szerintem sokat fogunk még majd beszélni a két meccs kapcsán, és nekem az jutott eszembe, hogy tegnap a bolgárok elleni sikeres selejtező után nyilatkozta, hogy olyan típusú játékos, és a csapatkapitányi karszalag ezt csak megerősítette, hogyha bárkinek a csapatban olyan gondja volt, hogy túl stresszelné, túl nagynak érezné a terhet, azt nyugodtan pakolja rá, mert ő ezt szereti. És láttuk tényleg a Bundesligában, a legmagasabb színvonalon, bajnokok ligájában, például Donnarumának ugye 11-est rúgni, tehát tényleg tudjuk, hogy bírja a versenyhelyzeteket, szabadrugásai is szenzációsak. Úgyhogy nekem azért volt egy kicsit furcsa, hogy egyáltalán belement ebbe a kőpapír ollóba, mert csapatkapitányi karszalaggal a karomon a magyar válogatottban, ha én vagyok a 11-esek kijelölve, akkor oké, rendes gyerek vagy, meg jóba vagyunk, de hát azért nehogy azt gondold már, hogy akkor kivelted a kezemből a labdát, se kővel, se papírral, se ollóval, se fegyverrel, semmivel. Úgyhogy szerintem ott azért Dominiknak el kellett volna vállalni azt a 11-est, és megmondani is Salainak, hogy ezt most én berúgom, azt majd a következőt legfeljebb te rúgod. Igen, valószínűleg Salainak fontosabb volt, hogy megszerezze azt a 11-es gólt, ami aztán nem sikerült neki. Nem hiszem, hogy ebbe a kőpapírolózás játszott szerepet, vagy az, hogy Dominik egyszerűen nem adta oda neki a labdát, hogy persze akkor lőjette. Tehát ugye emlékezhetünk, egy kicsit visszagonyolodunk a Donnarumának lő 11-es, hogy akkor önbizalma van tényleg, és annyira jó futballista fejben is a Dominik, hogy Neymar is oda ment hozzá, és mondta neki, hogy biztos, hogy te le akar ölni, biztos. Ugye utólag, mintha ez jött volna le, illetve ezt olvastuk, hogy ezt mondta neki Neymar, hogy biztos, te akar ölni, biztos benne vagy, az nem, sok lesz ez neked egyáltalán. Tehát egy Neymarról beszélünk, aki Szoboszlai Dominiket nem tudta megzavarni a Donnarumával szemben, tehát ott két ember is átrátatta őt. Nem tudom, hogy volt-e egyébként. Nyilván nagyon nehéz, meg nem lehet régebbi időket, de akár már 10 évvel előtti időket is összehasonlítani a maival. Ilyen magas szinten, ilyen éretten és ekkora önbizalommal játszó magyar játékosra azért nem nagyon emlékszünk szerintem a labdarúgás történetéből. Jó volt látni Gera Zolit az Európa Liga sorsolásán, mint ugye budapesti helyszín nagyköveteként, szintén a Premier League-ig jutó és nemzetközi viszonylatban ismert játékost, de szerintem még az ő karrierje sem hasonlítható, talán már most sem ahhoz, amit Szoboszlai Dominik befutott, és ez az egész válogatottat valami olyan pozitív energiával tölti el, én úgy látom, hogy ő ott van a pályán, és vállalja ezt a vezérszerepet,
aminek tegnap ebben az egészen parádés első félidőben világos lenyomata volt a csapat játékában. Bocsánat, még egyszer annyi, hogy azt is tegyük hozzá, hogy amikor Szoboszlai nem volt, mert sérült volt, akkor a magyar válogatott akkor is kiegyensúlyozott volt, és ez nyilván az edzőnek az érdeme is. Visszatérve még egy kicsit erre a kőpapírolózásra minimálisan. 4 évvel ezelőtt, amikor ez a két fiú bemutatkozott, akkor már Red Bull Salzburgot erősítette Szoboszlai, illetve a Lieferingből már akkor az első csapatba került, és akkor már Palermóba futballozott Sallai, aki egyik volt 18, a másik 20, de tényleg úgy futballoztak, és nem véletlenül Zsuzsák már egyre kevesebb szerepet játszott, tehát rajtuk akkor már érződött, hogy ők biztosan nemzetközi klasszisok lesznek, és azok is lettek, és visszatérve még a 11-esre, hogy adott a hierarchia, tehát a 90-es VB döntőn ott Mateusznak kellett volna elvégezni, ő volt kijelölve, de cipő problémái akadtak, és ő azt mondta, hogy nem gondolta volna, hogy nem rúgja be, de benne van egy zavaró tényező, és rúgja inkább Andi Bréme. Tehát egy VB döntőn ennek különös jelentősége van, ott biztos, hogy nincs kőpapírollózás. Hát annál élesebb helyzetet egyébként valóban is egy volt ilyen a labdarúgás történetében, hogy világbajnoki döntő 0-0-ás állásnál 5 perccel a vége előtt be kell rúgnod a 11-est, és jó esélye világbajnok vagy, ehhez tényleg azért elképesztő mentális erő kell. Többen hát akkor mondták, hogy Mateusz megijedt, hogy, de én nem gondolom, hogy olyan típusú futballista lett volna, 150-szeres válogatott. Ő biztos, hogy oda állt volna, csak ő úgy gondolta, hogy ahhoz túl nagy a tét, hogy esetleg elrontsa. És rúgja egy hátvéd, amire meg sokan azt mondják, hogy a hátvédek nem tudnak 11-es rúgni, de hát nem így történt. Na beszéljünk egy kicsit főleg erről a hétfői mérkőzésről. Ugye Magyarország úgy verte meg Bulgáriát, hogy tényleg 40 perc alatt lefociszta, leverte, megsemmisítette gyakorlatilag az ellenfelét. Nem nagyon emlékezhetünk azt hiszem a közelmúltból, meg már most már nem annyira közelmúltból sem ennyire egyértelműen megnyert meccsre, főleg tétmérkőzésen. Hát persze a Nemzetek Ligájában volt ugye példa, de szerintem azért egy angliai meccset még mindig inkább extrém példának kell tekintenünk. Ami tényleg ahhoz képest is, tehát mondjuk a Wolverhamptoni bravúrhoz képest szerintem még pozitívabb, hogy itt esélyesként, olyan csapatként, amelytől várták a szurkolók, kimentek 60 ezren, domináns futballt vártak. Magyar válogatott ilyenkor szokott azért kicsit biztonságra menni, kicsit azt mondani, hogy az eredmény a lényeg, nyerjük meg 1-0-ra, találjuk meg valahogy azt a gólt, legyünk magabiztosak, de ezt a fajta futballt, és hát ahogy Szilárd már megemlítette ugye Marco Rossit, a szövetségi kapitányt, aki most már több mint 50-szer ült a magyar kispadon, hát nem hiszem, hogy van futballedző, aki eredményesebben épített fel egy csapatot gyakorlatilag a nemzeti színekben. Nincs, biztos, hogy nincs, és amit te mondtál, ezt emelném ki, hogy ez egy olyan válogatott, amelyiknél azt mondták, hogy jó, meg ügyesek a Szoboszlaiék, na de majd, amikor presszionálni kell, dominálni kell, mert mi vagyunk az esélyesebbek, lásd, Albánia 0-1, oda-vissza, hát akkor majd gondba leszünk, és most jött ez a Bulgária elleni meccs, egy olyan csapat ellen, aki ellen dominálni kellett, aki ellen nyitó ebéselejtező is elvárták a győzelmet, és sokan már dörzsölték el a tenyerüket, hogy na majd megkritizáljuk a magyarokat, hogy megint nem sikerült, vagy csak éppen hogy. És kaptunk egy olyan 40 percet, amire én azt mondom, hogy mi már sokat láttunk, amik is korosztályunk, visszamenőleg a 82-es, 78-as argentinai VB-ig, azokra a meccsekre is bőven még emlékszem. Nem láttam ilyen erőteljes, erőtől duzzadó, önbizalomtól duzzadó magyar válogatottat még soha. Az, hogy persze volt Puskásféle aranygeneráció, meg Albert, meg azok a csapat, az más világ volt, más rendszerrel, de ilyen focit még, ami az akkori kor legjobbjai közé tartozik, vagy megfelel annak a kornak a legfőbb kihívásainak, dinamikus, erőteljes, gyors és ötletes, én még nem láttam. Ez a 40 perc, ez nagyon rendben volt. Azért mondom, hogy nyilván mindig az adott kor színvonalán kell viszonyítani, nem lehet összehasonlítani, de azért az tény, hogy akár a 82-ből ugye Mésző Kálmán irányítása alatt világbajnokságra kijutó csapat, pláne 4 évvel később Mezei György vezetésével a mexikói VB előtti válogatott, azért tudott olyan játékot mutatni, ami elragadtatta a szurkolókat. Nekem egyébként például egy ilyen svájc elleni VB-selejtező ugrik be a 82 előtt, 3-0. Amikor itthon nyertünk 3-0-ra, az például olyan voltak, hogy erősen gyerekként néztem, hogy tényleg magával ragadta az embert, hogy egy magyar csapat ilyen könnyedén és fölényesen tud nyerni a Népstadionban, tényleg 70 ezer néző előtt, de ezektől az élményektől azért nagyon-nagyon elszoktunk az utóbbi években. Ez a válogatott, hogyha nincs is még világbajnokságon, adná azért, hogy egyszer már sikerüljön, majd talán most a
76 fős, vagy nem tudom mekkora mezőnybe sikerül kijutni, de hogy végre ezt az élményt visszahozta, hogy egyértelműen jobbak vagyunk valakinél. Én is hajlamos vagyok egyébként a régi mezei féle csapattal hasonlítani ezt a mai brigádot, ugyanis dominálunk a meccseken. Ott volt a mezei találmány, ez a közös labdaszerzés, és tényleg megelőzte a korát vele, hogy a 85-ben vezettük az európai ranglistát, és Mezei György később mondta, hogy a végig a világranglista 10-ben volt az a csapat, még Mexikó után is. Tehát itt az biztos, hogy Marco Rossi elképesztő jó edző. Nem nagyon szoktak a kollégák jót mondani a másikról, de amikor 17-ben megvertek bennünket a bajnoki döntőben, nem volt mérhető annak a Kispestnek az állománya Vidótonéval, a Lavzovics emlékezetes angolázása, és aztán az az Apple gól, ami megpecsételte a sorsunkat. Gyakorlatilag olyan koreográfiája volt annak a bajnokság, az utolsó meccs volt kvázi a döntő, tehát arra volt kihegyezve minden, és nagyon jól futballoztak, és Bozsik Péter azt mondta, hogy egy egészen kiváló edző, és a legjobb, aki az elmúlt években dolgozott. Akkor még nem lehetett tudni, hogy szövetségkapitány lesz, hiszen elment Dunaszerdahelyre, de ott nagyon jó érzékkel választottak az MLS illetékesei, hogy kivásároltak a szerződéséből, hát illetőleg megbeszélték a helyi tulajdonossal, hogy talán jobb lenne, hogyha ő lenne nálunk a szövkap. Bulgária szemszögéből is nézzük meg azért egy kicsit a dolgokat. Én azon gondolkodtam, ugye mindenki írta, hogy hát nem is tudom, 40 éves átkot törtünk meg azzal, hogy ugye most megnyertük az EB nyitó mérkőzését, de azért meg kell nézni egy kicsit a bulgárokat is, mert én vagyok itt a legfiatalabb egyelőre. Én emlékszem, hogy amikor 1994-ben néztem először úgy a világbajnokságot, hogy már értettem is, hogy miről van szó, és követtem, és akkor jött ki az első, nem első Lutra album, de akkor volt nekem meg az első Lutra album 94-ből, amikor ugye USA-ban volt a VB, és hogyha nekem azt mondják a mai napig, hogy Bulgária, akkor én azt mondom, hogy Stoichkov, meg Lecskov, mert azokat a matricákat cserélgettük, és ragazgattuk, és úgy nézegettük őket, hogy micsoda csapat volt. Az akkoriban, hát ez a Bulgária, ez már nem az a csapat, fordított nyilván. Fordított utat jártak be gyakorlatilag, mert 94-ben mi nem voltunk sehol. Én eszembe jutott erről a válogatottról, tegnap néztük a meccset, azt mondja a párom, hogy a himnuszok alatt, hogy ezek a bulgár válogatott, nem egy szép csapat, mondom. Hát én láttad volna Trifon Ivanovot, Lecskovot, Stoichkovot egymás mellett. Hát konkrétan, mint az FBI körözési listájáról léptek volna le. Egyik csúnyább volt, mint a másik, viszont hát szenzációs futballisták voltak, és hát azt a bolgár válogatottat szerintem egyedül a történelemben mindenki szerette, Magyarországon is igazi kultuszuk volt. Így van, de most ugye visszakanyarodva, 71-ek, azt hiszem 71-ek voltak, még most is azon a helyen állnak bolgárok, mi 35-ek, 4-ek vagyunk, azt hiszem a világranglistán, tehát azért mutatta a két, tehát még a papírforma is azt mutatta, hogy nekünk kellene nyerni, de nyilván a mérkőzés az a pályán dől el. Az utolsó 10 meccs statisztikája alapján, ugye amit a Nemzetek Ligája mérkőzések is beletartoznak, tavaly június óta utolsó 10 meccsen ugye 6 győzelem, 2 döntetlen és 2 vereségünk van, hiszen a 2 vereség Olaszország ellen van, és olyan csapatokat győztünk le ugye a Nemzetek Ligájába, mint Németország és Anglia, tehát azért ebből kiindulva nem szabadott, hogy félnivalónk legyen, illetve ne nyerjük meg ezt a mérkőzést, még ha sokat mondhat is ez a meccs ugye az Európa-bajnokság selejtezőjének a kezdeti szakaszában. Ugye Lassi már említette Marco Rossi dicséretét, amit tényleg még az edző kollégák is hajlandók elismerni, és nehéz is lenne, nem? Én elképesztően okos edzőnek tartom, tehát ahogy ő hozzányúlt ehhez a magyar válogatotthoz, és ugyanez volt a Honvédnál is, ha tudod, hogy nem te vagy a legjobb állomány, ha tudod, hogy nem neked vannak a legértékesebb játékosaid, de rá tudod kényszeríteni az ellenfelet, hogy reagálni legyen kénytelen a te játékodra, alkalmazkodni hozzá, olyan védekezést feltenni, hát az olasz maestrótól azért el is vártuk, hogy legalább a védekezése rendben legyen a csapatnak. Viszont amit lépésről lépésre felépített, és hogy fejlődött a válogatott, hogy ma már tényleg nem csak arról van szó, mert még azért azon a 2 évvel ezelőtti Európa-bajnokságon is, ami itt volt Budapesten, azt láttuk, hogy azért agyon nyomnak minket a portugálok, hogy azért tök jó, hogy a franciák ellen egy ellentámadásból betalálunk, de nagyon nem arról szól a dolog, hogy nekünk bármi közünk lenne labdabirtokláshoz, játékszervezéshez, és hát innen jutottunk el odáig, hogy ez a válogatott, ez egész látványos félidőt meg meccset produkál, és Rossi pontosan tudta, hogy ezt hogy lehet lépésről lépésre felépíteni, és kik azok, akikre ezt most rá lehet rakni. Hát az én félelmem persze az, mert nyilván nem vagyunk azért még a világ közvetlen élmezőnyében, hogy itt egy-egy fogaskerék, ha kiesik, akkor azért még lehet probléma, de ezt a meccset, ezt akkor is élmény volt nézni, hát egy fél időn át mindenképpen. Hát Fiola kiesett, és már pótoltuk, tehát ne vegyük el az ő érdemeit, ha már a franciák elleni meccsről beszéltünk, és az euforikus élményről, amit ugye azóta is mindig mutogatnak a tévében, most ugye a rasszizmus meg egyéb reklám miatt, meg a szurkolók hogy viselkedjenek, de viccet félretéve
tényleg borzasztó nagy stratéga Rossi, tehát amit a magyar válogatottból ki lehet hozni, azt ő kihozta ebből az állományból, ez teljesen egyértelmű. És hogy mernek ezek a fiúk játszani, talán ez a legnagyobb érdem, mert azért tényleg emlékezzünk olyan magyar válogatottakra, ahol tényleg nagyon jó képességű, rendkívül magyar szinten zseniális játékosok játszottak, de amikor együtt, mint válogatott pályára léptek, egy Románia ellen már, bocsánat, de telegatyával mentek ki a pályára, vagy éppen Bulgária ellen 15 évvel vagy 20 évvel ezelőtt, mert ez a két válogatott és ország abszolút ellenkező utat tett meg, ez teljesen egyértelmű, és most hát örüljünk neki, hogy Bulgária irigy ránk, és nyilatkoznak a régi nagyok, Stoichkovtól Lecskovig, ha már említettük, hókuszpókot, mert ugye régen mindig azt mondták, hogy néz ki, mint hókuszpók, Lecskov, hogy mennyire irigyelnek minket, hogy szeretnék azt a mintát, a modellt megvalósítani, ahogy mi eljutottunk az utóbbi 10-15 évben, onnan, oda, ahonnan, ahová. Hát erről a mintáról beszélhetünk, még egy kérdés, nem tudom, hogy látjátok, az, hogy ugye Dárdai Pál nevét most már egyre kevésbé emlegetjük, amíg az volt, hogy tényleg örülni kellett akár egy pontnak is, vagy hogy nem vernek agyon minket, vagy hogy odaérünk egy pótselejtezőre. Mindig megemlítettük, hogy azért ő rakta először olyan sírre ezt a csapatot, ahol nagyjából pontosan meg volt határozva, hogy mi mire vagyunk képesek, és hogy minél ne akarjunk többek lenni. Hát azt már tényleg elfelejtettük, hogy mi Puskásékkal, meg Albertékkel, meg Beniékkel példálózunk, ez már az én gyerekkoromban is ciki volt, és nagyon unalmas, még ha meg is értem az öregek nosztalgiáját, de hogy ez a magyar válogatott, amikor Dárdai azt mondta, itt arra vagyunk alkalmasak, hogy a 0-0 meglegyen, hogy a szervezettség meglegyen, hogy a küzdeni tudással ne legyen hiány, azért én visszavezetném valahova oda ezt az egész dolgot, mert Marco Rossi tényleg önálló munkát kezdett, saját építkezést, de talán ott kezdődött, és itt az MLS döntéshozóit ebben az esetben meg lehet dicsérni, hogy felismerték, hogy olyan edzőkkel, aki tényleg tud rendszerbe gondolkozni, látott ilyet már, és meg is tudja csinálni. De itt tényleg egy nagyon nagy ugrás volt, és utána Ben Stork is a 16-os EB-n azt a szakmai munkát ő hozzátette, ami ott kellett, nagyon jól cserélt, hozta a csatárokat. A utolsó meccsen kikaptunk Toulouse-ba a belgáktól 4-0-ra, de ott is támadtunk. Tehát tulajdonképpen a játékunk ott megvolt. Stokból azt hiányzott, hogy újraépítse az egészet. Kiléptek azok a játékosok, a bőven 30 fölöttiek. Juhász Roland később nagyon hiányzott, abba hagyta Király. Dzsuzsák még maradt, de Rosszival például azt tisztelem nagyon, hogy nem hallgat a külső hangokra. Tehát nagyon kevés magyar edző egészen biztos, hogy nem merte volna kihagyni Dzsuzsákot. Ő azt mondta, hogy kap majd egy búcsúmeccset, tisztességgel elbúcsúztatjuk, és itt van az, amikor egy labdarúgó is nem látja reálisan. Tehát Balázs megvoltam győződve arról, hogy úgy gondolta, hogy ő jól teljesít majd a búcsúmeccsen, és majd továbbra is válogatott lesz, és ezt nagyon jól kezelte. Tehát ott voltak olyan felülről jövő ötletek, hogy gyerünk Balázskám, 108, 109, 110 és még tovább, és erre azt tudtam mondani, hogy nem. És ezért kell ilyen szempontból egy külföldi tréner, és Marco Rossi meggyőződésem, hogy Premier League szintű edző, illetőleg Olaszországban, a saját hazájában, az nagyon furcsa nekem, hogy ő negyedosztályú edző volt, néha harmadosztályban, és nem jutott profi ligába. És kérdeztem a könyvszerzőjét, aki írta róla, hogy miért, és azt mondta, hogy mert nincs benne a brancsba. Tehát megy a saját feje után, és valószínűleg ettől tud annyira sikeres lenni nálunk, mert ez működik az, ami az Olaszországban esetleg nem biztos, bár úgy gondolom, hogy a következő alámás számára már egy nemzetközi szinten is teljesítő csapat kell, hogy legyen. Én is pont ezt akartam mondani, hogy azért Rossi is nyilván a saját reputációját rendesen felépítette ezzel a magyar válogatottnál végzett munkával. Most jön az a pont, ahol ha Kajzit lenne, akkor jót vitatkoznánk vele, én legalábbis, mert Balázs említette, hogy már így irigyelendő, meg követendő példaként állítanak minket. Mondjuk, amikor ide jön egy román szakember, egy bolgár szakember, egy szerb szakember, de valójában nem azt mondja például egy szerb szakember, hogy hú, de irigylem, hogy a magyar futball micsoda tehetségeket termel ki, és hogy özöllenek az eurómilliós játékosok nyugatra. Még mindig mi mondhatjuk Szerbiára ezt inkább, hogy irigyeljük a horvátokat emiatt. Amit irigyelnek, az infrastruktúra, ami tényleg elképesztő látványosan fejlődött és lett európai színvonalú, illetve hát maga az a közeg, amiben ünnepmeccsre járni, mert a magyar ember olyan szinten van kiéhezve, és annyira nemzeti ügy a válogatott, hogy tényleg ez a 70 ezer ember, ez brutális hangulatot tud teremteni. De valójában mennyire fokmérője a válogatott sikere, remélhető sikere, mert azért még csak egy meccsen vagyunk túl a magyar futball fejlődésének, mert itt azért majd megint komoly viták lesznek arról, hogy azért Szoboszlai Dominik egyetlen percig sem tekinthető a magyar klubfutball, bár majd kitérünk, hogy kinek a nevelésére, hogy Sallai Roland valójában mennyire a magyar futball terméke, most a Orbán Viliről, a Stajsról, a Kerkez Milánról nem beszélve, akik soha nem is voltak a magyar futballban. Tehát, hogy itt igazából egy jó menedzselésről van szó, arról, hogy
11-15-20 játékost össze lehet szedni, amiből lesz egy jó válogatott, de önmagában a magyar futball ettől valóban olyan magasabb polcra került-e mondjuk a horváthoz vagy a szerbhez képest. Most csak válogatottakról beszélünk, úgyhogy ugye itt a műsor előtt el is, illetve mondtam is egy kérdést, hogy azt kell majd egy kicsit kitárgyalnunk, hogy a bolgárok is azt mondták, illetve a bolgár edző azt nyilatkozta, hogy hát a magyar példa számunkra követendő lehet, és én akkor mondtam, hogy a magyar példa, a magyar futball vagy a Rosszinak a munkája az, ami követendő példának kell, hogy legyen. Hát azt látjuk, ugye, hogyha belemegyünk egy kicsit, hogy alapvetően nem Magyarországon, sőt nem Magyarországon játszanak a válogatott tagjai. Az, hogy az infrastruktúra megvan nálunk, hogy fejlődik a futball külleme, az elvitathatatlan Magyarországon, de hogy a magyar válogatottban lévő, jelenleg a magyar válogatottban lévő játékosok nem Magyarországon tanulták a nagybetűs futballt, az alapokat lehet, de aztán ugye továbbálltak, az biztos. De az alap az nagyon fontos, hogy emlékezzük, vagy említsük meg azt, hogy itt a Gombóc-Leső úton indult. Erről külön akarok mindjárt beszélni, úgyhogy ezt a témát... Kisszoboszlai, de akkor jó, persze lapozhatunk, csak tényleg, tehát az alapokat azért ők megkapták, csak más szinten, mint a klubfutballban, ugye? Azt akartam mondani, hogy nyilván nem elvitatható, az ami állami pénz, ami fejlesztés történt az elmúlt 11-12 évben a magyar futballban, az nyilván egészen más képet mutat most már. Tényleg beszélték, mikor az észtekkel 100 néző előtt játszottunk, vagy 1000 néző előtt teljesen reménytelen, kilátástalan meccset, amikor már az emberek nem voltak kíváncsiak a válogatottra. És mostanában, hál' Istennek, a nemzeti csapat szintjén jönnek azok az eredmények is, amik ebből a körülményváltozásokból levezethetőek. Én nekem tényleg még az a nagy kérdés, hogy valóban a futball manapság elsősorban a klubfutball, tehát válogatott szinten most nagyon büszkék lehetünk, hogy van-e akkora potenciál a magyar futballban, amekkorát most a válogatott mutat. Az biztos, hogy óriásit fejlődtünk. A 82-es VB-t megnyerték az olaszok, és 86-ban a nyitó meccset vívták a bolgárokkal. Nem emlékszem, 1-0-ra vezettek a bolgárok egy szabadrugás góllal, aztán lehet, hogy 1-1 lett. Olaszok vezettek, és 1-1 lett Szirakusz helyesével 1-1. És nem kaptak ki. És utána volt egy nagy futamuk, aztán ott találkozott a Gyorgye Hadzsi és Hristos Stoichkov karrierje, hiszen mindkettő világsztár volt, és cipeltem maga után. 94-ben nagyon jó szerepelt, egy 8-ig mentek a VB-n a románok. Tehát tulajdonképpen fényévekre voltunk tőlük a folytatásban, és eljutottunk odaig, hogy masszívan előttük járunk, és mindkét szövetség vezetése megnyilatkozik, hogy igenis ezt az utat kell követni. És csak egy szimpla dolog, hogy tegnap tévén néztem a mérkőzést, és olyan érzéseim voltak, hogy van egy világszintű arénánk, az egyik legcsodálatosabb a világon. Olyanok a fények, olyan az egész a felvezetés, drónok a pálya felett, pályarépez a csapat erőtől dúzzat. Tehát, hogy fönn vagyunk a térképen, és nem csak a térképen, hanem ott vagyunk középen. Tehát az, hogy például eljutottunk oda, hogy a Nemzetek Ligájában a négy közé jutásért, én biztos vettem, hogy ezek az olaszokat meg fogjuk verni. Előzőleg Cesenaticóban 2-1-re kaptunk ki, kimondott a jó játékkal, nyertünk Wolverhamptonba, a németeket kétszer nagyon szépen megoldottuk. Tehát én úgy gondoltam, hogy esélyesek vagyunk, és az a legutóbbi EB győztes Olaszország, aki akkor tényleg zseniálisan focizott ezen a kontinens viadalon, eljutottunk odaig, hogy hazajpályán igenis mi számítottunk favoritnak. Más kérdés, aztán ott nekik ott mindenki jött, nekünk kevésbé, a Di Marco az életemecsét vívta, de az biztos, hogy ez a fejlődés ez egészen elképesztő. És nem azért vagyunk elől, mert hajlamos voltam én is azt hinni, hogy a két legutóbbi EB-n köszönet Platininek, készcsók neki, hogy 16-ról 24, és ezt a plusz 8-ban mindig bejöttünk azért a selejtezőkön, én már úgy gondolom, teljes jogú tagjai vagyunk az európai közvetlen élmezőnek. Hát ez most arra így van, egy nyilván az első kalapos sorsolástak olyan csoportunk is van, amiből azért finoman szóval sem tűnik lehetetlennek végre egyenes ágon kijutni az EB-re, persze ne kiabáljunk el semmit. Na hát, ha már Balázs említett, és nyilván külön is akartam említeni, valóban itt a szomszédunk, a Gombóc-Leső utcában ugye van egy kis műhely, most már nem annyira kicsi, de amikor ez elindult, akkor ugye két vagy három futball szerető szülő, gyakorlatilag a saját gyerekét tanítandó, létrehozott egy kis egyesületet, ez a immár Phoenix Gold néven futó nevelő egyesület, és az észtek ellen három Phoenix nevelésű játékos, tehát Szoboszlai Dominik mellett ugye Bolla Bendegúz, aki tegnap is ott volt a kezdőben, illetve Csobot Kevin is pályára lépett. Volt egy 2000-es, tényleg elképesztően tehetséges évjárat, tehát azért Phoenix szinten belül is mondták akkor már ugye Dominikkel, Csobottal, Bollával, hogy ez egy rendkívüli tehetséges évjárat. De ha már a magyar futballról beszélünk, az azért normális, hogy egy ilyen kis szülői kezdeményezésre létrejött klubban zajlik olyan szintű nevelőmunka, ami európai szinten helyüket megálló játékosokat termel.
Mert én szerintem, ha megnézzük mondjuk az észtek ellen pályára lépő játékosokat, a Phoenix a maga három nevelésével minden magyar egyesületet megelőz gyakorlatilag. Hát valamit itt biztos, hogy nagyon jól tudnak, és beszéltünk erről sokat. Nekünk büszkeség, csak azt mondom, hogy ez egyben akkor a magyar futball kritikája is, hiszen azért nem egy amatőr klubnak kellene adnia a derékhadát a magyar válogatottnak kis túlzással. Hát igen, itt a szülők egyrészt a sajátjukra nyilván nagyon odafigyeltek, másrészt tudták, hogy hogyan kell odafigyelni, mert hát én akarhatom a saját gyerekemet a legjobbnak a maga szakmájában, vagy abban, amiben elhivatott, de ha nincs hozzá kellő tehetsége, elhivatottsága, akkor akármit csinálok vele, lehet, hogy lesz belőle egy derékiparos, de ilyen szintű labdarúgó, mint a Kisszoboszlaiból, vagy éppen a Bollából, biztos, hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy itt a kis közösségen van a lényeg, meg az odafigyelésen. Tehát itt az akadémiák is nagyon jók, és jönnek onnan is ki tehetséges gyerekek, csak ott azért jóval nagyobb számú gyerekre, jóval kevesebb edző tud odafigyelni. Itt szerintem tényleg ebben a kis közösségben van a lényeg, hogy itt Gombócleső utca, Phoenix Gold, kis csarnok, most már egy kicsit nagyobb az egész tercia, de ez egy nagyon jó kezdeményezés volt, és nagyon jó ötlet, és tényleg adott a magyar futballnak három olyan játékost, vagy talán többet is, akik NB1-ig eljutottak, egészen biztos, hogy többet, de válogatott szinten is, akik egyébként tényleg a klubfutballban csak igazolás szinten voltak ott, mert ugye voltak is Szoboszlai is leigazolva a Vidibe, MTK-ba, de igazából nem azzal azonosítjuk őket, hogy ott nőttek fel, vagy ott nevelték ki őket. Az egy kicsit szerintem érdekes, hogy ha azt mondjuk, hogy Rossi azért nem elismert ugye az országban, mert nincs benne a brancsba, a Phoenixről is kevés szó esik szerintem az országos médiában, hiszen úgymond ők sincsenek benne a brancsban, és ez egy nagyon nagy fricska ugye az akadémiáknak, hogy egy kis közösség, aki gyakorlatilag egy más utat követ, ki tud nevelni három olyan játékost, tehát más három játékost nem tudnak adni az akadémiák. Hát az alapokat itt kapták meg. Az alapokat itt kapták meg, és itt valamit nagyon jól csinálnak, de nem ugyanazon az úton, illetve nem elismerten ugyanazon az úton, amin az akadémiák működnek. De nem tudom, ti mennyire vagytok ebben járatosak. Én nyilván voltak itt egyébként annak idején a Szobiék, a Molnár Csabáik, a sokszor vendégeink még évekkel ezelőtt. A Phoenixben valamit máshogy kezdtek, valahogy máshogy nyúlnak a gyerekekhez, másra teszik a hangsúlyt, de valami azt mutatja, hogy megtalálták azt, ami mentén a később, mikor ők aztán továbbadják esetleg akadémiáknak, kluboknak az egyesületeket, akkor gyakorlatilag jobban képzett gyerekeket adnak tovább, mint a saját neveléseik a klubutánpótlásnak. A Megyei Futballszövetség 10 év együttműködik a szlovákokkal, a felvidéki, a pozsonyi régiói, tőleg a kelet-szlovákiai régió, és múlt héten is voltak kint. Ezen nem voltam, de legutóbbi három eseményre kimentem velük, ahol a Megyei U13-as és U14-es csapatot a Phoenix Gold adja, a 14-nek Fésű Gábor, az U13-as Petres Tamás az edzője, és elköpesztő rendszerben futballoznak, inkább a kicsiket néztem Petres Tamásokán, de nagyon nagy még a nagypályán való futball a 13-12 éves gyerekeknek, de a labda kihozatalt, illetőleg ahogy gyakorolják, jó kezekben vannak egyrészt Petres Tamásnál, jobb nevelőedző nem nagyon kell, hiszen azért bizonyított válogatott játékosként, gólkirályként, Fésű Gábor is, meg nyilván a Phoenix többi edzője is felkészült, illetőleg Kisszoboszlai kapcsán azért döntő érv, hogy az édesapja annyira keményen nevelte, mint ahogy a kis Bollát és az édesapja, hogy nekik tényleg a futball volt a mindenük, talán moziba se jártak, tehát én úgy gondolom, hogy 0-24 iskola, és inkább futball, de az biztos, hogy ez az elhivatottság, ez kamatozik, és innentől kezdve a Phoenixnél azért ez egy komoly hívó szó, hogy ez a három labdarúgó, Csobot Kevinnek az édesapja, a Csobot Robert Pécset, ő ismert futballista volt, ő nagyon gyorsan kikerült a Benficához. Itt tényleg egy érdekes helyzet, hogy Bolánál 18 évesen került az ETL-hez kölcsönjátékosként, ahol elképesztő mennyiségű játékpercet kapott, tehát abban az évben Demi lett a legjobb fiatal kapus, és Bola a legjobb fiatal játékos, és aztán Grasshoppers. Kisszoboszlai karrierjét ismerjük, és Csobot Kevin kapcsán én azt nem értettem, a Benficában töltött 3 évet, hogy az első csapat közelében nem került, akkor úgy gondoltam, hogy nem igazán lesz belőle futballista. Nagyon jó ötlet volt a Viditől, hogy hazahozta, aztán érthetetlen volt számomra, mert Petrák nem játszott akkoriban igazán jól, de mégsem kapott igazán szerepet, és aztán Sőn. Tehát három nagyon hasonló képességű futballista, de Csobot Újpesten is kiteljesedett. Hasonló a sztori, mint az Ibzivadze, hogy valami miatt itt Budó nem tudott Nikó miatt kiteljesedni, de úgy tűnik, hogy például Csobot elképesztően jól játszik Újpesten, és a válogatottban is bizonyította, hogy tényleg nincs tele a nacia, és ez a mostani válogatott ezekre a fiatalokra nagyon jellemző, hogy bátran odaállnak,
és elvállalják a lövéseket bármilyen szituációban. Hát, talán abban reménykedjünk, hogy például Csobot, de előtte Bolla Bendegúz, aki nem csak Zalaegerszegen, hanem a Vidibe is játszott azért jó néhány mérkőzést, tehát hogy a magyar bajnokság is alkalmas arra, hogy legalább azt a meccs rutint, azt a játék időt megkapják felnőttek között. Nyilván Csobot egy olyan Benficában, amely a portugál futball ékszereként a brazillal olyan kapcsolatokat ápol, hogy 16 brazilt bármikor elétesznek a magyarnak, hiába nem jobb feltétlenül. De Csobot is hazatérve bizonyított, és hát reméljük, hogy neki is majd, mint ahogy Bolla Bendegúznak, aztán végül is külföldre vezet az útja. De ha már a magyar futball fejlődéséről beszéltünk, szerintem ez lehet igazi értékmérő, hogy olyan fiatalok, akik bebizonyítják, hogy tudnak a felnőttek között, a felnőttek szintjén futballozni Magyarországon mindenképpen, akkor kapják meg a lehetőséget, és ne feltétlenül 16 légiós alkossa egy klub keretét. Hát meglátjuk, nem tudom, ti hogy vagytok vele, én azt mondom, hogy ezek után a magyar válogatottól várható, ha nem is feltétlenül elvárható, de mindenképpen bízhatunk benne, hogy ki fog jutni az Európa-bajnokságra. Én abszolút bízom benne, sőt, biztos vagyok benne, hogy ott leszünk a következő Európa-bajnokságon. Egyrészt azért, mert tényleg láttuk, hogy 16-ban is ott voltunk, de azért ott rezgett a léc, ott az a rendszer kellett hozzá, akkor volt először is utoljára ez, hogy a harmadik is mehetett a pótselejtezőre, ha az nincs, akkor nem vagyunk EB-n. Aztán utána már tényleg megérett a válogatott az EB-re, és ki is jutottunk, de akkor is azért kicsit rezgett a léc, és most azt gondolom, hogy eljött az idő arra, hogy tényleg ott tegyünk az első vagy a második helyen közvetlenül, és jussunk ki az Európa-bajnokságra. Egyetlen dolog még Szoboszlaira visszatérve, meg a másik két srácot is valamennyire ismerve, illetve szüleiket. Fejben is más gondolkodást adtak nekik, vagy plantáltak beléjük, nem csak a labdarúgás kapcsán, hanem mint ember. Mondok egy nagyon rövid személyes példát, ezeket mindig szeretem, mert ember közeliek. Édesanyám születésnapja tavaly júliusban volt, 75 éves. Egy vendéglátóhelyen ünnepeltünk, mit áld Isten, szomszéd asztalnál Szoboszlai Dominik és három barátja ült. Ő nem tudta, hogy én ki vagyok, én tudtam, hogy ő ki. Nem az tudta. Az asztalnál ülők nagy része, nem is akartam elállni. Meglepő kolleráció ez így. Nem ez a lényeg, hanem az, hogy csoportkép. Én tudtam, hogy ő szeret fotózni, és a többi. Oda mentem az asztalhoz, nem hozzá, úgy azt is mondtam, srácok, valamelyetök jönne egy képet kattintani rólunk, édesanyám születésnapja, hogy mindannyian rajta legyünk. Ő azonnal állt fel, és mondta, hogy álljunk, és megcsinálta a fotókat. Utána a szelfiket is szépen, megköszöntük ennyi, és én annyit súgtam neki, hogy mikor kell visszamenned, mert előző nap, vagy két nappal korábban meg láttam, hogy játszottak, és mondta, hogy holnap. Oké, okay, köszi, szevasz. Tehát, aki 30 embert lefotózzanak az öttagú sorfal, érted ott? Igen, tehát nem az volt, hogy ránézett a haverok, és mondta, hogy menjél. Hát ő maga, ő akar fotózni. Tehát, jó, hát mindannyian láttuk, és tényleg a szuperlatívuszokkal mindig óvatosan kell bánni, de tényleg Szoboszlai valóban európai szintű klasszissá érik, és hát ki tudja, hogy hol van neki a plafon, majd meglátjuk, hogy klubkarrier szintjén, minden esetre a magyar válogatottak abszolút vezére. Van hát a körülbelül egy 7-8 perc az adásból, most akkor azt javaslom, hogy annyiban váltsunk témát, hogy volt azért a hétvégén más örömteli fehérvári vonatkozású esemény is. A kosárlabdázók megszerezték a harmadik helyet az alapszakaszban. Ehhez az kellett egyrészt, hogy ők ugye legyőzzék a Szolnokot, és hát beszéltünk itt az előző adásokban, hogy majd az értékmérő meccsek most jönnek. Nem tudom, hogy láttátok-e is, hogy tetszett. Én végig azt éreztem, hogy azért látható volt, hogy ez egy másik ellenfél. Előtte azért öt könnyebb meccs volt a csapatnak. De pont ez az öt meccs adta önbizalom tette, hogy egy Szolnok ellen egy végig ilyen 10 ponton belüli húz meg, erez meg meccsen gyakorlatilag nem engedték ki a kezükből a kezdeményezést. Laci említette itt korábban többször, hogy a Szolnok szerinte simán verhető, meg hogy ők azok, akik. Én azért azt mondom, hogy ez a meccs megmutatta, hogy ez egy nagyon éles párharc. Ha összekerülünk velük esetleg a rájátszásban, nem nálunk lesz a pálya előny, de bizakodni azért ez alapján lehet. Érdekes volt, hogy ez egy szoros meccs volt, küzdelmes volt, és úgy gondolom az első fél időben is, ha jobban dobunk, ez is egyszerűbb lett volna, hiszen végigvezettünk, elmentünk 16 ponttal is, a 18. perc vezetünk 16 ponttal, ott elkezdtünk nem jól dobni, ők révész révén 2-3-ast azért belehelyeztek a hálóba, és a meccs vége pedig egyértelműen, amilyen ott, mondjuk ott Pongó szerintem az élete meccsét játszotta, de ez valóban nem az a szaladok az ellenfélen, bőven 100 pont fölött dobok, 30 a differencia, de a csapat ezt is megmutatta, és úgy gondolom játékban, akármennyire is szoros volt, úgy gondolom, hogy a Szolnok fölé nőttünk. Szoros meccsen is tudta menedzselni az Alba ezt a viszonylag kevés előnyét, és nem engedte ki a kezéből a gyeplőt. Tehát tényleg végig az volt az ember érzése, hogy jó, szoros, de ez meg lesz.
És meg lehetne egyébként, vagy meg lehetett volna a második hely is az alapszakaszban, ha nincs ez a négy meccses rossz széria, aminek a végén ugye Zollnertől elköszönt a klub. Jó, persze, ha nem játszik a Sportban, ezt tudjuk, de ebben a csapatban benne van egyébként a bajnoki döntőjén, azt gondolom. Sokszor azért jobb tévén nézni, nyilván itt most olyan hangulat volt, és tényleg végre megint egy kicsit így izzott a csarnok, hogy jó volt ott lenni, de sok részlet kiderül, ha a televízión nézi az ember, nem csak az ismétlések, visszajátszások miatt. Ugye Alejandro Zubiaga egészen más habitusú ember, mint Zollner volt, és bennem azért volt kérdés azzal kapcsolatban, meg kicsit van is, hogy valójában ez a váltás maga hozta-e meg a nyugalmat, tehát az, hogy Zollner ment, és felszabadultabb lett a csapat, vagy hozzátesz annyit a spanyol mester, amennyi feltétlenül kell. És én azt láttam az ő habitusán, a viselkedésén, a közeli képeken, amiket a csapatnak üzen, és az időkéréseknél, ahogy szól, hogy azért megtalált ő a hangot. Valószínűleg már azáltal is hitelesebb, hogy tényleg nem érthetetlen belenyúlásai nincsenek, nem kell egy játékosnak azon gondolkoznia, hogy mérülök a padon, miközben a csapat szenved. De talán szakmailag is hozzá tudja tenni azt a pluszt, ami mondjuk egy magyar bajnokságban azért kell ahhoz, hogy éremért játszon a csapat. Ott egy tipikus pillanat az első negyed végén, hogy nem fejezték be kosárral az akciót az ellenfél, és megkapta a labdát Pongó, és Pongó azonnal indított egy tértől elő átadás, és a másik palánknál kapta a Vojvoda. Átszállt a védője felett, és Pongi gyakorlatilag nagyon jó volt tapaszt, és Vojvoda kiejtette. És néztek mindketten az edzőre, és megtapsolta őket, mondta, hogy nyugodtan, bátran lehet váratlant húzni. Tehát ez a korábbi trénernél azonnal leüvöltök a fejüket, és mindkettő jön a kispadra mellém. Tehát az a fajta bizalom, és ennyit mondtam, hogy ha azt a pluszt a szakmailag nem is biztos, hogy hozzáteszi Zubiaga, de biztos, hogy előrelépünk, mert ha engedi őket kosárlabdázni, ez a csapat tud kosarazni. De hozzá is tudja tenni azt a pluszt a padra, ami úgy gondolom, hogy elengedhetetlen. Érdekes, hogy általában a német a higgadtabb, a spanyol pedig a forróbb vérű. Itt viszont fordítva van, Zollner ordított többnyire, nem találta meg rendesen a hangot a játékosokkal, Zubiaga pedig igen. Lehet, hogy azért, mert jó tanuló volt, figyelt és tudta, hogy ezt kell majd tennie, de jól csinál valamit, egészen biztos, hiszen a csapat egy teljesen más arcát mutatja, mint az utolsó. Azt nem mondom, hogy engem megvett kilóra, de még hónapokkal ezelőtt történt, nem is tudom, hogy idén volt-e, vagy inkább tavaly, hogy a Palotavárosban kimentem az újonnan felállított, gyönyörű szép kis kosárlabda dühöngőbe dobálni, és talán egy hétvégi időpont volt, és ott volt Alejandro a kislányával, meg a párjával, órákon át ott játszottak, tanította a kisgyereket vezetni, élvezte, mint a bukkal. Zsákolni tanította. Igen, tehát hogy annyira barátságos, ilyen igazi kis, már ilyen ősfehérváriként, családi programként vettek részt, és azt látom, hogy egyébként ő tényleg gyakorlatilag mostanra fehérvárinak számít, és talán ez is fontos, amikor arról van szó, hogy magáinak érzi a csapatot. A kérdés, hogy most akkor mi lesz, ugye az utolsó fordulóban úgy jöttek ki a dolgok, hogy a Falco ellen egy teljesen tét nélküli meccset játszik az Alba, egyik csapat sem lehet már sem előrébb, sem hátrébb, viszont utána lesz kettejük között majd egy kupa negyed döntő, ami annál élesebb lesz. Nagyon érdekel engem, hogy fog ebbe belemenni ebbe a meccsbe a két csapat, illetve az, hogy a többi csapat mire jut majd, mert jelen pillanatban akkora káosz és olyan megjósolhatatlan kimenetelek vannak, hogy még az se lehet sejteni sem, hogy kivel fogunk játszani a nyolc között. Csak egy gyors statisztikát szedtem össze, amire ugye alapozni nem lehet, mert az egyik fogadási oldalnak a honlapját nyitottam meg, és ott van egy ilyen kérdés, hogy ki lesz a bajnok 2023-ban. Szombathelyre 1.70-es a szorzó, Szolnokra 3.30-as, a Fehérvárra 6.50-es, és az ETR-re is 6.50-es a többi csapatot. Igen, ezt láttam én is, egy nem kicsit megdöbbentem rajta. Nem azért, mert az ETR-nek nincs jó csapata, csak valahogy nem érzem azt, hogy ők ott lennének az idén ebben az utolsó fázisban annyira. Jó volt nekik az alapszakaszuk, ez tény, de visszatérve, hogy a Falco elleni meccsre, igen, ez a Magyar Kupa meccs, ez lesz egy érdekes és fontos, de ezek a csapatok már nem tudnak egymásnak igazából újat mutatni, úgyhogy szerintem a napi pillanatnyi formák döntenek, meg azok az állapotok fejben, mint például a Pongónál gondolom, mert Zollnernél rendszerint az volt, hogy a végén remegett a kéz nála, még ha egész meccsen jól játszott, de az utolsó néhány dobása soha nem jött be.
és volt, hogy meccseket buktunk azon, hogy a Pongo elvállalta, de nem dobta be. Itt most viszont nyerő ember volt a végén is, és már nem először, ami ott a Zubiaga az edző. Ugye Zubiaga azt nyilatkozta az elején is az első interjúban, amit én készítettem vele, miután átvette a csapatot Szolnertől, hogy újra meg kell találnunk a közös hangot, és itt a bizalomra gondolt, tehát azt mondta, hogy a játékosoknak is bízniuk kell egymásban, bízniuk kell az új edzőben is, ugye saját magára gondolt itt, és neki is bíznia kell a játékosokban, és ugye az említett példa alapján is ez látszik, hogy nem lecseszi őket, hanem biztatja őket, hogy még jobbak legyenek. Tehát ez a bizalmi kapcsolat az a pont, amit ő hozzá tudott rakni eddig ugye a 6 mérkőzés 6 győzelem mutatóhoz. Hát meglátjuk, az teljesen megjósolhatatlan jelen pillanatban, hogy az Alba, amely harmadik helyen végez az alapszakaszban, kivel játszik majd a rájátszásban. Ez a hétvégén dől el, szombaton minden meccset egy időben rendeznek, úgyhogy jövő héten majd arról is tudunk beszélni, hogy akkor kit adott nekünk a sors, és ez mennyire szerencsés dolog. Körmend. Sokat fogunk még kosarazni. Hát meglátjuk, lehet Körmend, lehet Paks, lehet Kecskemét, ez a három variáció. Köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor jövő héten is várjuk majd a véleményeket. A kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.